zsidók temploma. Ezért is nevezik ezt a hegyet templomhegynek, és pont Jeruzsálem közepén fekszik. Majd a templomot lerombolták. Többször. Utoljára a rómaiak. A rómaiak idővel felvették a kereszténységet. Így Jeruzsálem később keresztény várossá vált. Jeruzsálem soha nem vált keresztény várossá. Jeruzsálem kiemelten fontos lett a keresztények számára, hiszen Jézust itt ítélték el. A zsidók. A zsidók követelésére a rómaiak. Jézust itt feszítették keresztre. A zsidók. A zsidók követelésére a rómaiak. És Jézus itt támad fel. Na, ehhez a zsidóknak semmi köze. A lerombolt zsidó templom helyére keresztény bazilikát építettek. Mindössze néhány létra, piros szikszalag és madzag látható a Bárány Frigyes stúdióban díszletként. Első ránézésre létrák, de a Jeruzsálem című előadás során templommá, városfallá és ágyúvá is válnak. A mindössze három szereplős történet a harmadik keresztes hadjárat idején játszódik, 1192-ben Jeruzsálemben. Jeruzsálem éppen muszlim fennhatóság alatt áll, és a keresztesek ostromolják a várost. És nem bírják bevenni, és Szaladin kivégeztet minden fogságba esett keresztes lovagot, kivéve egy fiúnak megkegyelmez, nem tudjuk, hogy miért. És tulajdonképpen az ő nézőpontján keresztül megyünk végig azon a folyamaton, hogy hogyan szembesül egy fiatal azzal, hogy hogyan használják fel a vallást hatalmi célok mentén. És tulajdonképpen az ő útját kísérjük végig, ahogy ő szembesül azzal, hogy amit eddig tanítottak neki a világról, az nem feltétlenül úgy van. A Jeruzsálem szó jelentése a békeváros. De Jeruzsálem ez ide soha nem volt béke. Miután a főhős megérti, hogy a gyűlöletkelt és miért van a világban, megkérdőjelez mindent, amit addig tanítottak neki. Madák Zsuzsanna 2010-től aktív rendező a magyarországi színházakban, és gyakran nyúl érzékeny témákhoz. A Jeruzsálemet először 2016-ban a Csokonai Színházban mutatta be, most pedig a Móricz Zsigmond Színház művészeivel is megalkotta. Mint mondta, a történelmileg komoly téma napjainkban is aktuális. A tesztjátékok során is kiderült, hogy a fiatalok nagyon tudnak menni ezzel az térben, időben eltávolított történettel, és tulajdonképpen ez a téma, hogy hogyan használnak fel különböző ideológiákat hatalmi célok mentén, ez hát folyamatosan jelen van a világban, vagy a világunkban, ennél fogva a gyerekek a fiatalok világában is, és tulajdonképpen ezek a témák tükröződnek az előadásban, tehát ők ezzel találkoznak a hétköznapokban. Hogy pontosan mikor és melyik iskola diákjai láthatják majd az előadást, egyenlőre szervezés alatt áll.